Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai webináriumunkon, amely egy hat részes közgyűjteményi múzeumi webinárium sorozat első epizódja lesz. A ma esti webinárium címe a Magyar Nemzeti Múzeum online oktatás segítő anyagai, és a ma esti előadónk pedig Gáva Szabina, aki múzeumpedagógus, és ezen kívül magyar történelem szakos tanár, kollégánk, és ahogyan korábban már mondtam, a chatben nyugodtan lehet kérdezni, és az előadás végén Szabina válaszolni fog a kérdésekre. Parancsolj, tiéd a szó! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek, kedves kollégák! A COVID-járvány és az azt követő karantén időszak ugye mindenkit egy új helyzet elé állított tavasszal, és hát most is. Legnagyobb félelmünkre ez most is megtörtént. A középiskolások ugye online tanulnak, és a múzeumok meg csak online lehetnek nyitva. Ilyenkor felmerül a kérdés mindenkiben, bennünk is, hogy mit csinál ilyenkor a múzeumi szakma? Mit tud csinálni egy múzeum ahhoz, hogy megőrizze a látogatókat? És ezt azt lehet mondani, hogy a tavaszi tapasztalatok alapján a többség, a legtöbb közgyűjtemény múzeum egy számára teljesen új területre lépett, ez pedig az online anyagok elkészítése. De azt is el lehet mondani, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten igyekezett alkalmazkodni ehhez a helyzethez is. Minél gyorsabban természetesen, és minél láthatóbban. Ez a folyamat pedig szerencsére nem állt le, hanem azóta is fejlődött. A Nemzeti Múzeumnak én ezt a fejlődését, alkalmazkodását és munkáját szeretném bemutatni az online oktatást segítő anyagainkon keresztül. Mert hogy a Nemzeti Múzeumnál sem állt le ez a folyamat, hanem ezek után is még fejlesztjük és jövőbeli terveink is vannak, amit meg fogok osztani. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért van jelen egy múzeum az oktatásban? Ennek az az oka, hogy a múzeumnak az alapfeladata, hogy a közoktatást aktívan segítse, és a gyűjteményét minél szélesebb körben és változatos módszerekkel interpretálja. A múzeumi interpretáció egyik, mára már megkérdőjelezhetetlen eleme a tudásnak a közvetítése, az ismeretek átadása, vagyis a múzeumpedagógia. A múzeumok a gyűjteményeikkel, tárgyaikkal olyan ismeretforrások, amelyek a tankönyveknél vagy a tankönyvi képeknél érzékletesebben, változatosabban vagy részletesebb ismeretekkel és többféle megközelítési móddal járulnak hozzá a mélységelvű tanításhoz. A múzeumi kutatómunka pedig, legyen az fizikálisan a múzeumban, remélhetőleg a jövőben, vagy legyen csak az online térben most például, az alkalmat ad arra, hogy egy tevékenység alapú tanulás jöjjön létre, fejlődjenek a kompetenciák, és különböző tanulási technikákat alkalmazzanak. Az a kérdés is felmerül, hogy miért pont a Nemzeti Múzeum anyagait használják a pedagógusok. Ugye a Magyar Nemzeti Múzeum az alapvetően egy történeti múzeum, és történeti múzeumként a mi gyűjteményünk és a kiállítások azok rendkívül jól illeszkednek a kerettantervhez. Azért is, mert több tárgy, műtárgy a kép, szóval a tankönyvnek is képillusztrációja. Nekünk az a célunk, a múzeumnak a múzeumpedagógusai, andragógusai és a muzeológusok is ezen dolgoznak, hogy a tévhiteket lebontsák, és a magyar történelem, néprajz, művészettörténet, kultúrtörténetet kontextusba helyezve adják át, és így adjanak át egy komplex tudást. A
online tananyagok és az online anyagoknak a kidolgozására ugyanazok az elvek, módszerek vonatkoznak, mint a fizikai térben történő személyes múzeumpedagógiai óráknak a kidolgozására. Tehát nagyon fontos, hogy közvetlenül támogassuk a tananyag elsajátítását és a tanulói kompetenciák fejlődésének a támogatását is. Ezek az anyagok tartalmi, módszertani és elméleti szempontból kötődnek a kerettantervhez, legyen szó alsós, felsős vagy akár középiskolai anyagokról. Nekünk az volt a célunk ezekkel az anyagokkal is, hogy inspiráljon, gondolkoztasson, és aki ezt használja, azt felfedezővé és kíváncsivá tegyen. Azt is szerettük volna, hogy kiegészítsük ezeket az iskolai anyagokat, a történelem órákat, és ezért tudják használni mind a pedagógusok, mind a diákok is. Mi az anyagok elkészítésébe bevonjuk a régészet, történettudomány, a segédtudományoknak a legújabb kutatásait is. Ezekben az anyagokban megjelennek a múltnak az értékei és a problémái. A politika történetet, kultúrtörténetet és a társadalom történetet, ezeknek az összefüggéseiben adjuk át, mutatjuk meg, és ezek az anyagok is rávilágítanak az összefüggésre, ami nagyon fontos. Mi azt gondoljuk, hogy az ismeretátadás helyett támogatni kell az önálló ismeretszerzést, és nem egy tananyagunk erre játszik rá, ez a célja ennek. Amit fontos elmondani, hogy kizárólag szakirodalmat, vagy minőségi népszerűsítő irodalmat használunk fel, tehát ezek az anyagok szakmailag lektorálva vannak, és így elmondható, hogy teljes a hitelesség. De ami talán a legfontosabb, hogy megpróbáljuk átadni a tárgyakban rejlő tartalmakat, vagy inkább mondhatnám azt, hogy a tárgyakban rejlő izgalmakat, és ezért a mi tananyagaink mindig a műtárgyakhoz kötődnek, és azokból indulnak ki. Amikor egy diák kipróbálja valamelyik anyagunkat, valamelyik online tartalmat, a tudásélmény érzete a legfontosabb, és az, hogy múzeumlátogató felnőtté váljon. Ez a célja igazából a személyes, a jelenléti múzeumpedagógiai óráknak, és azt gondolom mondhatjuk ezt, hogy az online tartalmaink is ezt a célt szolgálják, hogy a gyerekek, akik ezt használják, később is eljöjjenek a múzeumba, és múzeumlátogató felnőttekké váljanak. Itt felsoroltam, hogy milyen anyagaink vannak, a következőben ezt fogom részletesen megmutatni. Most kilépek ebből a megosztásból, és egy más megosztást fogok tenni. Látszik ez a megosztásom? Kérhetek egy kis visszajelzést, Attila? Igen, látszik. Rendben. Köszönöm akkor. Az első, amit szeretnék bemutatni, az a tankockáink. Mi nagy részt a Learning Apps-et használtuk, de ezen kívül például a Word volt is felhasználtuk, és ezeket itt a Nemzeti Múzeumnak a honlapján meg is lehet találni, de ahogy már elhangzott, mindenhez egy linket is csatoltam, amit meg fognak később kapni. Mi ezt úgy neveztük el még a karantén idején, hogy Non-Stop Nemzeti Múzeum, és ez azért non-stop, mert ugyan bezárt a Nemzeti Múzeum, és még a dolgozók sem lehettek ott, de virtuálisan nem zárt be, és mi nem feledkeztünk el arról, hogy mi a múzeum feladata, hogy segítsük az oktatást, akár az online oktatást is. Itt témakörre bontottuk le ezeket az online anyagainkat, hogyha itt belemegyünk bármelyikbe, akkor itt kihozza az összes ilyen tankockánkat. Mindegyik tankockának meg lehet találni a címét,
hogy melyik témakörbe tartozik, és hogy kinek ajánljuk melyik évfolyamnak. Itt a leírása is látható, és hogyha ide kattintunk, akkor rögtön el is érhető ez a tankocka, tehát igazából minden megtalálható, ami segít kiválasztani, hogy melyik tankockát használja fel a pedagógus az órán. A tankockákról fontos elmondani azt, hogy március óta a Nemzeti Múzeumnak a csapata közel 150 tankockát készített, és igazából ez azóta is növekszik. A lefedettséget tekintve óvodásoknak is készítettünk néhányat, de az alsós olvasókönyvnek a történelmi mondái, történelmi regélytől kezdve érettségi anyagokon át, igazából még a magyarul tanuló külföldieknek is van egész évszámú tankockánk, ezért merem azt állítani, hogy talán mindenki megtalálja ebben, amit szeretne. Mi ezeket a tankockákat, a legtöbbjüket főleg gyakorlásra ajánljuk, vagy szorgalmi feladatnak. Én személy szerint például szorgalmi feladatnak mutattam meg. Kettőt szeretnék, két tankockát megmutatni, és ebből az egyik, mind a kettő egy tankocka matrix lesz. Ugye a tankocka matrix az több feladatot foglal magában. Ez a magyar lovakkorral igazából a 14. századdal foglalkozik. Itt a háttér az a Nemzeti Múzeumnak a tere, ez a történeti kiállítás, ...nak a második terme. Itt látható, hogy ez a tankocka Szent Györggyel és a lovagokkal foglalkozik, több különféle típusú feladatot foglal magában. Itt ebben Szent György legendáját lehet megismerni, de például ebben a lovagi felszereléseket lehet megnézni. Ugye már említettem, hogy a feladataink azok a tárgyakból indulnak ki, és ez például ténylegesen megtalálható, ez a vitrín a Nemzeti Múzeumban is, ez a lovagok felszereléseit bemutató vitrín. Hogyha ismerik talán a tankockát, hogyha rákattintok, akkor meg tudjuk nézni, vagy ki tudjuk válaszolni, hogy vajon ez micsoda. Rendben. Itt az alsó királyoknak a pénzveréséről szól ez a feladat. Jaj, ezt nem indítom el, bocsánatot kérek. De nagyon szuper, hogy így megjelent nekünk ez a videó, mert ez a Pénzek színes világa című sorozatnak az egyik ilyen epizódja. Erről a sorozatról még fogok beszélni, de azt elmondanám azért, hogy ezt a karantén alatt kezdte el az egyik numizmatikus kolléga, és a karantén idején naponta töltött fel a pénzek színes világáról pár perces videókat, amelyeket a nagy közönségnek szánt érthetően, érdekesen és izgalmasan mutat be egy-egy résztémát. Rendben. Ez a tankocka is alkalmas arra, hogy új ismeretet adjon, de például arra is, hogy gyakoroljon vele, vagy több, valami többletet adjon a tanórához. A másik, amit szeretnénk megmutatni, az az Árpád-kori művészettel foglalkozó tankockánk. Említettem, hogy ugye történeti múzeumról beszélünk, viszont hála a művészettörténész kollégáknak a művészettörténethez is tudunk kapcsolódni. Ez a tankocka azért nagyon szerencsés, mert ahogy itt látják, az építészet, festészet és az ötvösséget is bemutatja, a végén pedig egy összefoglaló feladattal tudják a gyerekek a tudásukat ellenőrizni. Ebben a tankockában rengeteg képi anyag van, múzeumi tárgyak, de más képek is szerepelnek benne, tehát, mint ahogy egy művészet történeti tankockához illik, tényleg képeken keresztül tanulhatják meg, vagy nézhetik meg, hogy milyen is volt az Árpád-kori építészet. A másik ilyen online anyagunk, amit szeretnék bemutatni, az az Őseink hagyatéka, Mit rejt a kincses láda című
időutazós, kaland és nyomozós játékunk. Ennek a nyomozós játéknak, mi ezt így hívjuk, az alap kérdés feltevése, hogy mit rejt az ők nagymama ládája. És ezt a dualizmus időszakát öleli fel, igazából egy ilyen nyomozós játékon keresztül megismerhetik a résztvevők a dualizmusnak a legfontosabb eseményeit is, hogy milyen változások történtek ebben az időszakban. Ezt a nyomozós játékot igazából felnőtteknek is ajánljuk, azért, mert talán nekik is szórakoztató lehet. A múzeum andragógus, aki ezt elkészítette, ezt direkt úgy készítette el, hogy ez azért ne legyen könnyű. Éppen ezért, amikor én gondolkoztam ezen, nekem az jutott eszembe, hogy ez talán, hogyha egy osztálynak mutatjuk meg, akkor talán még versenyszerűen is meg lehet mutatni, hogy ki az, aki hamarabb végigviszi ezt a játékot, és kinek sikerül egyáltalán, mert ez tényleg nem egy egyszerű játék, ez gondolkoztatós és egyben szórakoztatós is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugyan nem látogathatóak személyesen a múzeum terei a kiállítások, viszont meg tudjuk nézni a honlapon a kiállításoknak a virtuális verzióját. Ezt a kiállítások menüpont állandó kiállításokra kattintva érhető el, ekkor az állandó kiállításoknak a virtuális kiállítását tekinthetik meg. Én most az egyik kedvencemet mutatom meg, és az pedig a palást, a koronázási palásnak a virtuális verziója. Nekem ez azért a kedvencem, mert akik voltak már a Nemzeti Múzeumban, azok tudják, hogy a palást az egyik legértékesebb műkincse nem csak a nemzetinek, de igazából a magyar nemzetnek is, és éppen ezért mi ezt elképesztő nagy alapossággal őrizzük, vigyázunk rá, nem is lehet akárhányan bent lenni a teremben, és nem is nézhetjük meg közelről érthető módon, viszont ez a virtuális kiállítás lehetőséget ad nekünk, hogy olyan közelről nézzük meg ezt a palástot, amilyen közelről a való életben sosem tehetnénk. És itt látható, hogy itt az alakok is látszanak, és talán a gyerekekkel is érdemes ezt így megnézni, vagy így megmutatni nekik, hogy, hogy mi látható a koronázási paláston, mert ugye ez lehet, hogy a gyerekeknek valószínűleg nem egyértelmű, és nem is lehet megnézniük közelről. És ez a virtuális kiállítás erre ad nekünk lehetőséget. Megmutatok egy másik állandó kiállításnak a virtuális verzióját. Ez pedig az a lovakkor lesz, amely már szerepelt a Szent Györgyös tankocka hátterén. Ez az Anjou uralkodók évszázada. Természetesen ezek a virtuális kiállítások nem pótolják a múzeumba járás, viszont egy gyereknek ez újdonságként hathat, ez szerintem érdekes lehet. Itt ténylegesen láthatóak, ez tényleg a kiállítás, ami ez a múzeumi tér, ez a valós múzeumi tér. Esetleg a gyerekeknek ezt úgy is meg lehet mutatni, hogy néhány jellemző kiállítási tárgyat megmutatunk, és megkérdezhetjük, hogy vajon szerintük melyik korszakban járunk most. Rá is lehet egyébként közelíteni a kiállítási tárgyakra. Sajnos ugye nem olvashatjuk itt el a szövegeket, ez tényleg ilyen érdeklődés felkeltésére szerintem alkalmas. És vannak ténylegesen virtuálisnak készült kiállítások, ezek pedig itt láthatóak. És ilyen a legújabb, az a közös időnk kiállítás, ugye ez a rendszerváltást dolgozza fel. Én ezt most nem nyitom meg, mert akkor a hanghatás is elkezdődik, de itt is ez megnézhető.
megtalálható a Nemzeti Múzeumnak az összes kiállításának a vezetője is online, és ehhez is linkeltem weboldalt, és ezek pedig segítenek igazából feldolgozni a múzeum kiállítását, valamilyen többletanyagot tartalmaznak, itt is találhatók természetesen képek. Ami még nagyon népszerű és nagyon hatékonyan fejlődik, az a múzeumi blog. Ezt a múzeumi blogot a múzeumi munkatársak, régészek, történészek, numizmatikusok, restaurátorok, szinte mindenki a múzeumból, mindenki ír ide blog formátumban valamilyen témából, és ez is érthetően is a közönségnek is szólva. Itt, ha végig tekerek, akkor láthatják, hogy ez tényleg nagyon sokféle téma, és ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a gyerekek, a diákok természetesen életkortól függően egy ilyen gyűjtőmunkát készítsenek erről, vagy kijegyzeteik, vagy ebből készítsenek kis előadást, ezt is érdemes végignézegetni. Ami még ilyen múzeumi munkatársak munkáját mutatja be, az az M&M Magyar Nemzeti Múzeum mozi. A karantén kezdetén, igazából amikor mindenki megkapta a hírt, hogy minden bezár és mindenkinek otthon kell maradnia, mi az utolsó múzeumban töltött napunkon a muzeológusokkal felvettünk online tárlatvezetéseket, és ezeket töltjük fel ide és a YouTube csatornára is. Ez a muzeológusaink mesélnek, ezek az online tárlatvezetések különböző kiállításokban. Van egy olyan sorozatunk is, hogy Kincsek a Magyar Nemzeti Múzeumból, itt műtárgyakat mutatnak be szintén a muzeológusok. És ne felejtkezzünk el a Málenki Robot Emlékhelynek az interjúiról, ami szintén itt található. Amit nem lehet kihagyni ebből a felsorolásból, az a museummapgallery.hu oldal. Ez egy múzeumi digitalizációs oldal, ahol nem csak a Nemzeti Múzeum, hanem más múzeumoknak is a digitalizált anyagai vannak itt, és igazából itt a felhasználó létrehozhat ezekből a digitalizált anyagokból saját galériát is akár, és itt találhatóak olyan témakörök, olyan témák, amelyek pedig egy-egy fontos műtárgyat helyeznek a középpontba, de ami ennél is érdekesebb lehet, az az interaktív múzeumi szertár, ahol több különböző témában ilyen online tananyagok, ezek is online tananyagok, ilyenek láthatóak. Én most az 1848-49-eset mutatom meg. Ez a történelem érettségihez készült, de azt gondolom, hogy nem csak az érettségi előtt állók, hanem a kisebb korosztály is érdekesnek találhatja, mert itt láthatóak képek is, ugye reformkortól vezeti be ezt a témát, szöveg is van, és különböző animációk, itt például a Pákozdi csatáról, ami valljuk be azért egy hatodikos gyereknek könnyebb így elképzelni ezt a Pákozdi csatát ezzel az animációval. Vagy itt például az ágyú öntés folyamatát mutatja be ez a videó, és különböző képeket is, metszeteket is hoz. Itt, hogyha rákattintunk, akkor megnyílik a galéria, és itt ez a 48-49-es forradalom és szabadsághathoz tartozó múzeum galéria, ami mindenki számára elérhető, megnézhető, és itt különböző szemléltető
eszközöknek alkalmas képek találhatóak. Itt azt hiszem most csak képeket találunk, de más galériákban például tárgyakat is. Azért ez nagyban megkönnyíti pedagógusként a dolgunkat, hogy nem nekünk kell ezt megkeresni, nem mi kutakodunk az interneten, hanem például ez itt össze van gyűjtve. Például a honvéd tábornokoknak az arcképe, vagy a 13 aradi vértanú, de itt ilyen olyan alap eseményekről is vannak képek, ugye, mint a világosi fegyverletétel, amit talán mindannyian megszoktunk mutatni, vagy valamilyen szinten foglalkozunk azzal is, hogy ne csak megtanulják a gyerekek, megtanítsuk, hanem hogy lássák is valamilyen képen. Vannak a múzeumnak adatbázisai is, ahol kifejezetten a Nemzeti Múzeumnak a műtárgy adatbázisában lehet keresni, és van régészeti adatbázis is. Ezeket most külön nem mutatom meg, de a linkben megtalálhatóak. Viszont amit szeretnék megmutatni, az a Magyar Nemzeti Múzeumnak a YouTube csatornája. Ez nagyon egyszerűen érhető el. A keresőben, ha beírják, hogy Magyar Nemzeti Múzeum, akkor rögtön ki is dobja itt a Nemzeti Múzeumot. Tehát itt végig tekerek, akkor látható, hogy itt aztán számos videó található mindenféle témában. Itt például látják a legutolsó 3 nappal ezelőtti kis mini projektünket. A címe, hogy megmutatjuk, hogyan kell jól befűzni egy nőt. Ahogy azt a 18. században gondolták. Itt a fűzőnek a viseléséről van szó, és ténylegesen azt mutatja meg a videó, hogyha felvett egy hölgy egy fűzőt, akkor hogyan lehetett őt, mennyire lehetett őt befűzni. Ez talán nagyon érdekes lehet, mert ilyet nem biztos, hogy fűzőt valószínűleg látnak a gyerekek, vagy tudják mi az, de hogy szóval hogy vették fel, hogyan működött, azt nem feltétlenül. A pénzek színes világáról már beszéltem, itt láthatók ezek a sorozatok, itt láthatóak, és azt hagyd mondjam el, ez örömhír, hogy megjelenik a pénzek színes világa sorozat könyvben is, a legjobb epizódok könyvben is elérhetőek lesznek. Itt, hogyha lejjebb tekerünk, akkor pedig itt láthatóak például az online tárlat vezetésünk, ezeket is ide töltjük fel. És itt találhatóak az élő interpretációs rövid filmek is. A legújabb, ez az Rínyi Miklós Ravatala fölött, ennek pár napja volt a bemutatója. És van még egy, ami a visegrádi lakomáról szól. Az Rínyi Miklós Ravatala fölött című filmben a temetkezési szokásokról, a főúri életmódról, a gasztronómiáról van szó, és ezeket ténylegesen élőszereplővel be is mutatják. A visegrádi lakomáról pedig, ahogy a neve is elmondja, egy visegrádi lakomán mutat be korabeli ételekkel, korabeli demonstrációs ruhákban vannak a szereplők, és ami nagyon fontos, hogy mindkettő film forrásokon alapul, tehát még a receptek is korabeli recepteket készítettek el az alkotók, és ez azért nagyon fontos, mert itt történelmileg hiteles alkotást hoztak létre mind a két film esetében. Most amit még szeretnék megmutatni, az igazából egy újdonságunk, ami még nincsen publikálva, önök az elsők, akik ezt láthatják, és ez pedig nem más, mint az online múzeum pedagógiai kezdeményezésünk. Először a Kapocs összközgyűjteményi legót szeretném bemutatni, röviden, mert ez talán már ismert, ez több közgyűjteménynek a nyári munkája volt, ez több közgyűjtemény is együtt dolgozott, a Nemzeti Múzeum is részt vett ebben, és itt láthatóak, hogy milyen témában dolgoztunk össze. Most a március 15-t mutatom meg, és itt kapott, ez ugye Pest-Budának a korabeli térképe, ez igazából a március 15-ei
az ifjúságnak az állomásait mutatja be több érdekességgel együtt, ugye, hogy honnan indultak a Pilvaxból, és hova mentek, és kapott itt a Nemzeti Múzeum is egy külön lapot. Ez a Nemzeti Múzeumnak, amit most látható, a korabeli rajz a Nemzeti Múzeumról és akkor Szénatérnek hívott térről, és itt ezek az ikonok jelzik, hogy itt valami érdekesség van. Például, hogyha rákattintunk erre az ikonra, ez arról szól, hogy ez a portásról, aki beengedte Petőfit március 15-én a Nemzeti Múzeumban. Ez a Tingling felület, amit nagyon, nagyon hasznosnak találtunk, itt készült el ez a kapocs is, és itt készültek el ami online múzeumpedagógiai programhoz a felületek is. Most megmutatom a Szent István Országa című online programunkat. Ez, ahogy mondtam, még nincsen kész. Erre még vár egy-két simítás, egy-két utolsó formázás, és ezek feldolgozzák egy-egy kiállításunkat, egy-egy témánkat, rövidebb témákat. Látható nagyon sok ikon, viszont ezek azért vannak itt, mert ezek a magyarázó ikonok. Tehát, hogyha rámegyünk a nagyítóra, akkor le is írja, hogy a fehér nagyítóval a vitrineket nézhetjük meg közelről, tehát igazából logikus is. Ezek a ikonok fognak szerepelni magában a későbbi felületeken is, és ezeket magyarázza most itt meg. A zöld kérdőjel ugye például azt jelenti, hogy könnyebb feladatok vannak itt, mert ugye az alsóbb és a felsőbb évesekre is gondoltunk. Itt, ahogy belépnénk a múzeumba, ott tudunk belépni a kiállításba is. És ez megint csak a valós múzeumi tér, ez az első terem a történeti egy kiállításban. Ezt is így végig lehet ezt az egér használatával nézni. Itt fent a sarokban, itt jelzi is nekünk, hogy hol vannak ilyen kis ikonok, hol van valami tudnivaló, és nem is tudjuk igazából így kihagyni. Ugye itt jövünk be a kiállítási térbe, és ez a kiállítás befotózása természetesen, és hogyha én itt rákattintok egy nagyítóra, akkor ugye ezt megnézhetem közelebbről. Itt én a Szabolcsi Földvárra kattintottam rá, és itt a Földvárnak egy ilyen egy szép színes verzióját kapjuk meg. Itt például vannak szöveges feljegyzések, itt a falu szerkezete, ugye itt egy képet találhatunk. De például itt, hogyha a kérdőjelre rákattintunk, akkor egy Learning Apps feladatot hoz be. Tehát ezeket az későbbi, remélhetőleg későbbi online múzeumpedagógiai felületeket mi úgy alakítottuk ki, hogy képeket is mutasson, szövegek is legyenek, feladatok is legyenek, érdekességek is, és nekünk ezzel az a jövőbeli célunk, hogy ezt a múzeumpedagógus is tudja használni egy csoporttal, tudja használni akár a pedagógus egyedül az ő saját csoportjával, de azért nagyon reméljük, hogy a gyerekek is önállóan is felfedezik, mint ahogy ez egyébként a kapocsnál meg is történt, ez saját tapasztalatom, hogy kaptam olyan visszajelzést, hogy egy bemutató után a gyerekek még nézegették a kapocs felületét, mert egy izgalmasnak találták. Reméljük, hogy mi is, hogy ez izgalmas lesz a gyerekeknek és a múzeumpedagógusok, vagy a pedagógusoknak is. Egy másikat is szeretnék megmutatni. Egy másik kiállításunkhoz készült még el egy ilyen felület, ez pedig a Málenki Robot Emlékhely. Ugye ez nem a Nemzeti Múzeum
területén, vagy nem a Nemzeti Múzeumban van, hanem ez egy másik emlék, egy másik kiállítóhely. Itt is megpróbáltuk azt az érzetet kelteni, hogy ténylegesen a kiállítást nézzük meg, és itt is a kiállítás van befotózva. Itt is megtalálhatóak az ikonok, amire ha rákattintunk, akkor vagy tovább megyünk egy újabb részhez, vagy valamilyen érdekességet találunk. Itt a nyilak segítenek bennünket, hogy tovább megyünk, vagy visszamegyünk, és itt ezek az ikonok pedig itt is képeket, szövegeket mutatnak meg, tényleg különböző tudnivalókat találhatunk, hogyha egy-egy ikonra rámegyünk. Megint csak szeretném jelezni, hogy ez még nincsen kész, viszont a jövőben az a tervünk, hogy ezeket a felületeket használjuk arra, hogy találkozzunk a gyerekekkel, hogy online múzeumpedagógiát tartsunk nekik, és terveink szerint az összes állandó kiállításunkhoz elkészül majd egy ilyen felület. Most a múzeumpedagógusok ezen dolgoznak, és reméljük, hogy ez el fogja nyerni a pedagógusoknak is, és a diákoknak is a tetszését. Most a diasoromhoz megyek vissza. Amit szeretnék még elmondani, hogy mi a pedagógusokat ezt különböző fórumokon keresztül próbáljuk meg elérni, remélhetőleg sikerrel. Az egyik ilyen a Nemzeti Múzeum honlapja, ami folyamatosan és állandóan frissül. Általában az új hírek itt biztosan megtalálhatóak, de ugyanilyen a különböző közösségi oldalak. A Nemzeti Múzeum mindig csatlakozik előremutató projektekhez, mint például a Múzeumtúra vagy a digitális témahét, és amit szeretnék a figyelmünkbe ajánlani, az pedig a heti pedagógus hírlevél, amit minden héten kiszoktunk küldeni a hírlevélre feliratkozott kollégáknak, és ebben az újdonságokat tudatjuk velük, az, hogy éppen mi érhető el, és hogyha elkészül egy-egy ilyen online múzeumpedagógiai felület, itt is fogjuk majd reklámozni. És hogyha valaki szeretne, függetlenül attól, hogy pedagógus vagy érdeklődik, feliratkozhat erre a hírlevélre. Itt látható az e-mail cím, amire egy e-mailt szükséges küldeni, de ez is megtalálható lesz majd a linkek között is. És köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy olyan dolgokat osztottam most itt meg a Nemzeti Múzeum képviseletében, amelyek majd segítik az online oktatást, és érdekesek lesznek mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak. Köszönöm szépen!